Nagyon jó. Jól érzik magukat a srácok, hál' Istennek. Mikor is kezdtük el? Ugye múlt héten kezdtük el a felkészülést. Az első pár nap nagyon kemény volt nekik, különböző edzettségi állapotban érkeztek a fiúk, ugye valaki most fejezte be a bajnokságot, valaki tudott többet pihenni, ezért elég nehéz volt összeegyeztetni egyáltalán az edzés munkát, de elég rendesen megnyomtuk, úgyhogy ott volt kipukkadás múlt héten. Dolgozik velük nagyon koncentráltan és céltudatosan mentáltrénerünk, nagyon nagy energiát fektet a csapatépítésre, ugye a csapatkohézióra. Itt az elmúlt évek tapasztalataiból ugye az látszott nagyon, hogy nem volt meg a csapaton belüli egység. Hát itt különböző háttér dolgok is ugye történtek. Ezen most nagyon dolgozunk. Két hetünk van, két és fél hetünk volt felkészülni, nagyjából két és fél év után, hogy ez a csapat ugye együtt volt. Nagyon rövid az idő, úgyhogy ez a mentális oldal mostanában nagyon fókuszban van. A srácok élvezik, nagyon jól érzik magukat, boldogan jönnek edzésre végre, és valahol ez volt a cél, hogy egy egységet kovácsoljunk most, és ugye meglátjuk a következő években ezt hogyan tudjuk kihúzni. Igazából a technikai hiányosságokat ugye felmértem most, vannak gondok, ezekben nem lehet belenyúlni ilyen rövid idő alatt, és ezért is sajnálom, hogy nem tudtunk korábban edzőtáborozni, mert ha ezen már átesünk mondjuk tavaly nyáron egy rövidebb edzőtáborba, decemberbe, akkor tudtam volna, hogy mi a helyzet. Így nem tudom, most tudtam meg, hogy azért vannak problémák, de ez teljesen normális, ez semmi újdonság nincs. Tehát ebben nem lehet változtatni. Itt a mentális rész és a taktika az, ami nagyon bele tudunk nyúlni. Az ellenfelek is ugye 2019, az EB óta nem játszottak. Mind a két nagyobb, komolyabb ellenfelünk, a portugál és a fehér orosz is állandóan ugye EB résztvevő, legjobb 16-ban vannak. Tehát az egyik legerősebb csoportunk egyébként az EB selejtezőn. Tehát a taktikai felkészítésre mindenképp óriási hangsúlyt kell fektetni. A csapatkohézió, amit már említettem, a kognitív tréninget csinálunk nagyon sokat, hogy a fiúknak egyáltalán a koncentrációját, a hibáit minimalizáljam, és a gyorsaság. Igazából fizikális felkészültségük megvan, azon nem lehet mit kezdeni, olyan állapotba érkeznek, amilyen, abból az anyagból dolgozunk, ami van, úgyhogy ez a három fő faktor van, amin dolgozunk most. Tényleg nagyon erős a selejtező csapat, igen. És itt ugye hat mérkőzést kell játszani két héten belül. Mit lehetnek a célok, amik most ki vannak tűzve? Ki szeretnénk jutni az Európa bajnokságra, az egyértelmű, de ez egy ilyen durva megfogalmazás, mert ugye elsősorban az eredményes játék a cél, majd az eredmény az jön, csak a következmény lesz. Nehéz dolgunk van, ez tény, viszont nem tudjuk az ellenfeleink is, hogy milyen állapotban vannak. Tehát ez egy nagy lutri most egyelőre. Biztos benne, hogy sikeres lesz az EB selejtező a teljesítményünk szempontjából, mindenféleképpen. Szerintem egy teljesen új alculat lesz a csapatnak, és erre lehet majd építkezni a jövőben. De én bízom egyébként is a továbbjutásban, és nem szeretnénk nem appellálni, hogy csoport második meg számolgatni, szettányok, ilyesmi. Úgy megyünk neki a két tornának, hogy be kell húzni minden mérkőzést, és meglátjuk, mi lesz belőle. Szövetségi kapitányként ez lesz a debütálás, egy picit izgul? Nem. Egyáltalán nem izgulok egy dolog miatt, mert ennél rosszabb nem lett, ami volt. Tehát egyáltalán nincs rajtam semmilyen teher, és nem is lesz szerintem soha. Ezt én nagyon szívesen csinálom. Ugye klubszinten is 3-4 éve egy helyen dolgozom, meg volt a munka eredménye, most megnyertük a bajnokságot Ausztriába. Ugye ezt az elméletet követem, csak úgy vállaltam ezt az egész szövetségkapitány dolgot, hogyha nem konkrétan csak ez a munkám, hanem idővel, persze most a Covid közbe szólt, ugyanis utánpótlás átszervezése, fejlesztése, hogy az edzőképzés és azoknak a hiányosságnak a pótlása, amik az elmúlt években lezajlottak Magyarországon. Úgyhogy egyáltalán nem érzek nyomást, sőt a fiúk se. Mi tesszük a dolgunkat, ez lenni a probléma náluk, hogy állandóan meg akarnak felelni mindenkinek, ezt most teljes mértékben kiverem a fejükből, hogy csak önmagukra koncentráljanak, semmi olyan dologra, ami az ő teljesítményüket hátráltatja. Ezt használom én is a saját munkámba, hogy bízom abban, hogy tényleg teljesen pozitívan, óriási erőbedobással fogunk neki menni ennek az EB selejtezőnek, de úgy gondolom, hogy az Európa Liga végére fogunk úgy mondom összekovácsolódni. Érdekes dolgot mondott már Márko Rossz, hogy nekik nagyon erős a labdarúgó válogatottunknak nagyon erős csoportja van az Európa Bajnokságon, és azt mondta, hogy muszáj, hogy amellett, hogy ismerjék az ellenfél erősségeit, mert azt mondja, hogy gyenge pontjaik nem nagyon vannak, hogy a csapatnak meglegyen a kellő önbizalom, mert ha ez nincsen meg, akkor nagyon nagy vereségekbe lehet belefutni. Nagyon. Ez így van? Ez így van, és én már harmadszor mondom, én nagyon nagy hangsúlyt fektetek erre a csapaton belüli mentális dolgokra, tapasztalatból. Tehát én is itt nőttem fel Magyarországon, ugye, de én már lassan 20 éve kint vagyok, és én agyam teljesen átformálódott már így a hozzáállásba. És
a magyar sportolók hitetlenek, és ezt be kell vallani, és rengeteg világversenyt buktunk el azért, mert nincs hitük és önbizalmuk. Ez abból jön, ahol felnőttünk, ahol nevelkedtünk, szülőktől, rendszerektől, amik mögöttünk vannak. Ezen, ha lehet változtatni egy picit is, akkor a magyarok óriási-óriási dolgokra képesek, de ehhez hit kell, önbizalom, elsősorban önismeret, és mindig azt mondom a fiúknak, hogy a kudarc, vagy bármilyen egy negatív edzés, vagy egy mérkőzés, csak egy állapot, és nem az, amit ők tudnak. Az, amit ők tudnak, az az, amikor a legjobban játszott, amikor a legjobb formájában volt, amikor megnyert valamit, az ő. Azon kívül, ha bármi ez alácsúszik, mert mindenkinek alácsúszik a teljesítménye, az egy állapot, az állapotból pedig munkával, koncentrációval, hittel egy pillanatot ki lehet lépni, és ugyanott tud lenni, ahol előtte volt. És látom rajtuk a változást. Az első pár napban iszonyatosan be voltak görcső a srácok, és láttam rajtuk ezt a bizonyítást, ez a olyan felesleges dolgok, amit nem kellenek. Elmondtam nekik, nem a két heti munkájuk alapján fogom eldönteni, hogy milyen csapatszerkezővel fogunk játszani, hanem azért vannak itt, mert ők a legjobbak. Tehát én formálom a fejüket, nagyon jól haladok velük, de pár éven belül biztos vagyok benne, hogy óriási dolgokat tudunk változtatni rajtuk.